Sziasztok! Most jöttem ki a Gazdasági Bizottságnak az üléséről, ahol többek között Patai urat kérdeztük meg arról, hogy alkalmas-e arra a feladatra, aminek ő jelentkezett. Ugye ő lesz a Magyar Nemzeti Banknak az alelnöke, eddig az UniCredit Bankot vezette. Hát sok érdekes dolgot hallhattunk a magyar gazdaságról, nyilvánvalóan ő egy Fideszhez közeli politikus, szerintem minden rendben van, de ami a legérdekesebb az az, hogy megkérdeztem tőle, hogy mi a helyzet az euró bevezetésével Magyarországon, hogy mit gondol, erről be lehet egyáltalán vezetni, és hogyha igen, akkor mikor? Patai úr erre a következőket mondta, szerinte valójában gazdasági oka nincs, hogy nem euró van Magyarországon, egy oka van, hogy politikai illeszkedési okokból ez a dolog még várat magára, ez egy kormányügy, tehát valójában azt mondta, hogy Magyarországon nyugodtan lehetne euró, de a kormány illeszkedési problémák miatt nem akarja. Politika nyelvén ez azt jelenti, hogy Magyarország nem biztos, hogy az Európai Unió tagja akar maradni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos mondat volt. Remélem, hogy ez egy tévedés volt, és nem a magyar kormány hivatalos állásfoglalása, mert igen, akkor az nagyon nagy bantja lett nekünk. A Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott kérdésemre, hogy Patai úr, aki a Magyar Nemzeti Bank alelnöke lesz, azt gondolja, hogy ezt az ügyet ő már egy évvel ezelőtt lezárta, a kormány mindent megoldott, de kicsit sajnálkozott azon, hogy a bankok 3000 milliárd forintos veszteséget szenvedtek el, de szerint ez úgy megvan oldva. Mi azt gondoljuk, természetesen, hogy ez egyáltalán nincs megoldva, Magyarországon ez egy elképesztő komoly probléma, több százezer ember, akár millió embert is érint ez az, hogy nem tudja kifizetni a hiteleit, elveszíti a ingatlanait. Persze utcára nem kerül, de például Pest Erzsébeten is kiskertekbe költöznek, zárt kert ingatlanokba, és emberhez, Magyarországon élő emberekhez nem méltó módon kell, hogy éljen, pedig végdolgozik egy életet, de egy rossz hitel miatt, egy rossz döntés miatt, és a kormány rossz politikája miatt elveszíti mindenét. De Patai úr szerint ez nem számít, Patai úr szerint ennek az ügynek már vége. Szerintem viszont még egyáltalán nincs vége.